sikerült téged is itt tartani, úgyhogy remélhetőleg még egy évig a kötelékünkbe tartozol. Neked ugye az MTK-val van szerződéssel, úgyhogy mesélj kicsit arra, hogy hogyan sikerült ezt a dolgot végigvinni. Igen, újabb egy évre kölcsönbe haza tudtam jönni. Nekem ugye még volt egy éves szerződésem az MTK-val, amit ugye elkezdtem itt a felkészülést a srácokkal, edzettem itt egy 3-4 napot, és utána vissza kellett mennem az MTK-ba. Ugye új vezetőség van, új vezetőedző, ezért is kellett visszamennem. Ugye az új vezetőedző ugye Feckó Tamás, ő meg szeretett volna engem nézni, és akkor ott eltöltöttem egy hetet, utána leültünk a vezetőedző úrral, meg a vezetőséggel megbeszélni a dolgokat, és úgy döntöttünk, hogy jobb, hogyha még egy évet kölcsönbe töltök. És ugye hát én nem is gondolkoztam ebből, hogy hol, meg szerették is volna, hogyha itt maradok, úgyhogy nagyon nem is gondolkoztam, meg nagyon gyorsan meg tudtunk itt egyezni mindenbe. Én úgy látom, hogy egész jó kis csapat fog itt kialakulni, tehát pont jó arányban oszlanak el a rutinos és fiatal játékosok itt a csapatba. Remélem, hogy mindenki tanult a múlt évnek a hibáiból, legalábbis akik tavaly is itt voltak, és nem követjük el azokat. Úgyhogy én szerintem nem lesznek olyan gondjaink, mint tavaly.